Ahol csak elindultak, aranyérmet szereztek. Elképesztő adatsor következik, mégis igaz. A Taksony Sportegyesület az U15-ben, az U18-ban és az U21-es bajnokságban indított csapatot az első és második számú felnőtt egylet mellett. 5 csapat, 5 aranyérem. Nem túlzás, a 2014-es esztendő a Pest megyei klub éve. Az ünnepélyes bajnokavatásra június 22-én került sor a Taksonyi szigeten, ahol jelen volt Turi Ferenc a labdarúgó szövetség képviseletében, Krejsz László polgármester és Rácz Ernő a klub elnöke is. Taksonyi önkormányzata szívből gratulál a sportegyesületnek, és egy nagyon régi vágyát teljesíthetjük talán a mai nappal, hogy a főúti pályán lévő sas étterem részt azt az önkormányzat odaadja az egyesületnek, és ezentúl ez lesz Taksony Esek klubháza. Az utánpótlás csapatok érmeit saját edzőik adhatták át, és néhány tehetséges játékos bizony többször is sorba állhatott. A ceremónia végül fényképezkedéssel és közös vacsorával zárult.